A köztársaság napját ünnepli Olaszország június 2-án. Az államfő Sergio Mattarella és a miniszterelnök Giuseppe Conte ez alkalomból megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját Rómában. Az olasz köztársaság kikiáltásának 74. évfordulóján az államfő a járvány áldozatairól is megemlékezett a lombardiai Codogno városában, ott, ahol az első olasz koronavírus fertőzöttet regisztrálták. Codognóból indult el történelmünk egy fájdalmas útja szakasza. Itt szeretném hangsúlyozni alkotmányunk értékeit, újra emlékezni azokra a polgártársainkra, akikkel a COVID-19 betegség végzett. Kell találnunk egy olyan közös érzelmi szálat, módot, amivel ápolhatjuk emléküket, hogy Olaszország tisztelettel, méltó módon adózhasson a koronavírus járvány áldozatainak emléke előtt, fogalmazott Sergio Mattarella. Az olasz szélső jobboldali vezető számára a nemzetünnep a tiltakozás napja volt. Matteo Salvini fittyet hányva a távolságtartás szabályára Róma legnagyobb terére a popolóra szólította ki híveit, akik a kormány és az Európai Unió ellen tüntettek. Brüsszelben azt mondják, nekünk pénzt raknak a zsebünkbe, de csak jövőre. Ez olyan, mintha azt mondaná nekem az orvosom a kórházban, meggyógyítalak, de gyógyszert csak jövőre kapsz. Barátom, most van szükségünk pénzre, nem jövőre. Különben csodálatos családok, vállalkozások tűnnek el, nyilatkozta a trikoron maszkját a nyakán viselve. A köztársaság napja idén az olasz nemzet újjáéledésének szimbóluma is, hiszen a hosszú hetek bezártság után fokozatosan visszatér az élet normális ritmusába. Újra nyitnak a múzeumok, a turisták is kezdenek visszatérni, de a válság hatásainak leküzdése még egy hosszú folyamat lesz.